Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Itt googolok éppen a mai videónk alanya előtt, pontosabban fő alanya előtt, mert tegnap is videóztam volna, hogyha nem rontottam volna el a felvételeknek úgy a háromnegyedét, mert tegnap csináltam egy S13-at, a Bordeaux S13-at, amin olajat cseréltem, meg le kellett vizsgáztatnom, volt egy ilyen időszakos szerviz. Ezen kívül, ami a dolog érdekessége lett volna, hogy az S14-nek a nyári 4 dugós féknyergét, meg az egyen nagyobb, azt hiszem 286-os nagy fékét, pontosabban az S13 gyáriához képest nagyobb fékét faragtam föl rá. Ez volt a történet, felújítottuk a nyergeket, kapott gyári tárcsákat, és ez lett volna a lényeg, de ezt elrontottam sajnos, úgyhogy erről majd csak egy pár vágóképpen, hát egy ilyen kis mozgóképes történet lesz. Csak ott el akartam mondani, hogy mire kell odafigyelni, fékcsőcsere, a tárcsának ugye a lyukasztásának, az átfúrásánál, meg ilyesmi, de lesz még ilyen bőven, úgyhogy most annyira nem aggódom, hogy ez kimaradt. De a mai videó fő alanya ugye a Dani féle S14 lesz, aminek a futómű rendberakása, verseny előtti átvizsgálása és a kormánymű cseréje lesz a fő feladat, mivel hogyha így megnézitek, csak ennyire lóg igazából, ugye ezt mikor Dani megvette már akkor tudtuk, hogy ki kell cserélni, de még húztuk ameddig lehetett, de most már nagyon nem stabil az autó mozgásának az eleje, úgyhogy szereztem hozzá egy másik gyári kormányművet, és azt fogjuk most kicserélni. Úgyhogy azért van csak felbokolva, mert tegnap este muszáj voltam megnézni, hogy nincsen esetleg valami más olyan, ami SOS plusz alkatrészbeszerzést igényelne. Úgyhogy felbokoltam, megnéztem, de hát igazából ennyi kilengése van oldalánként, nem tudom, hogy 4 centit lengi a kerék, mert rossz a belső összekötő és a külső összekötő is lóg, már a kormánymű az így mozog a helyén, úgyhogy ideje lesz ezt kidobni belőle és kap egy friss újat. Úgyhogy szerintem neki is láttok, hogy hamar végezzek ma. Milyen jó lenne világosba végezni ma? Na mindegy, majd meglátjuk. Én, hogy most kivettem a kormányművet, a régi kormányművet a helyre, itt van az új. Ezt ugye mindenestől, összekötőstől, külső-belső összekötőstől kaptam. A maga a porvédő gumi, az az egyiken ki van szakadva az új, de ezek jó állapotok, ami a régén volt, úgyhogy azt majd ki fogom cserélni. De úgy jött ki sajnos csak a régi kormányművet, itt nagyon-nagyon bele volt rohadva az egyik szervócső. Úgyhogy a szervócsövestől együtt vettem ki. Úgyhogy a következő feladat az az lesz, hogy kivarázsolom a kormányműből ezt a beleragadt szervócsövet, utána visszafűzöm majd ezt a helyére, úgy fog már menni a helyére az új kormánymű, és miután le van fogadva, ugye nyilván be kell állítanom majd a kormánymű közepet, ahhoz úgy összeakasztani a kormányoszloppal ezt a rizmics kis tegnét. Miután bent van, így ahogy van, bent van a kormánymű a helyén, úgy fogom tudni majd leszedni normálisan az összekötőket, mert ahogy így nézem, ez eléggé már van rohadva, de mindegy, majd ezt leszedem. Úgyhogy ez lesz igazából, itt látszik, és nem tudom, hogy mennyire lesz látható. Úgyhogy nagyon durván lógott ez a kormánymű, még a hangját is hallom. Úgyhogy hát tényleg ráfért most már a csere, úgyhogy ez megy fel dísztek a polcra egyelőre, aztán összeakjuk a szép ujjal. Úgyhogy reméljük, hogy király lesz. Egyébként nem olyan vészes levenni, hogyha ez nem szivatott volna meg ez a ráravadt cső, akkor már rég kész lennék összerakva, mert igazából két kormányvő szilent van, annak két párt lefogatója, 4 csavar, összekötök ki, kétszer volt csak ki, és kifér a kormányvő úgy, ahogy van. Úgyhogy egyáltalán nem egy vészes művelet, simán így is meg lehet oldani teljesen egyszerűen, csak hát ez a rohadt szervócső, ez megszivatott, de hát mindig ez van egyébként. Szóval egy tök egyszerű művelet sem egyszerű soha,
mert mindig történik valamint, ahogy most is, de nem baj, valahogy kivarázsolom, aztán megyünk tovább. Már is jobban nézünk ki. Van egy összerakott szép kormánybűvünk, felraktam az új porvédőgumikat, mégiscsak leszettem itt még kint a külső összekötőket, mert azok így egyszerűbb volt felhúzni rá az új gumiharat, vagy mi az a porvédőgumit. Úgyhogy a következő, beállítottam a kormány közepet, ugye ki kell mérni, hogy ugyanakkor a távolságra vannak-e a kormánymű tövétől, mondjuk az összekötő rudaknak a bekötési pontjai, és akkor onnantól leszámolom, hogy mondjuk egy és durván egy és három negyedet tol egyik irányba, vissza nullára, és másik irányba is ugyanennyit kell, hogy toljon. Így van pont középen a kormánymű, a kormányoszlopot is beállítottam középre, itt ez meg van jelölve, hogy berakásnál, hogyha esetleg elmozdul, akkor se legyen probléma. Úgyhogy berakom a kormányművet, összeakasztom a kormányoszlopban, bekötöm a szervócsöveket, meg lefogatom, és igazából ennyi, mehet össze. Ja, megkapja majd az új külső összekötőket, kormány összekötőket is majd a helyén, de egyelőre becsúsztatom ide a helyére. Így, és majd a másik oldalról, mert ugye ott van a kormányoszlop bekötése, onnan alámászok, felakasztom a helyére, össze az oszloppal, és onnantól már megy minden, mint a karikacsapás, úgyhogy ez ennyi. Most, hogy bekerült a kormánymű a helyére, beállítottam szépen a kormány közepet, belőttem úgy nagyjából szemre a futóművet, mert ugye innen úgy is megy majd futóműállításra a kocsi. Annyi maradt még hátra, hogy a szervó olajtartályt, vagy hát az egész rendszert fel kell tölteni szervóolajjal. Ugye ebbe ez a sima normál piros ATF megy, mert hagyományos, egyszerű, régi fajta hidraulikus szervószivattyú van rajta. Úgyhogy feltöltjük szépen szervóolajjal. Utána, hát még bakon van a kocsi, azért szoktam ilyenkor még felemelve hagyni, hogy miután járatom és a szivattyú körbe nyomja mindenhova az olajat, alá tudjak nézni, hogy még szivárog-e valahol. Ugye ehhez felszínteztem az autót, pontosabban ugye felemeltem a hátulját. Most, hogy síkba legyen, egyrészt azért, hogy minden folyadékszint ugye normálisan álljon a motorba, másrészt nem szeretem úgy járatni a kocsit, hogy féloldalas, mert a olajpumpától elmegy az olaj, nem úgy szív. Az a lényeg, hogy nem szeretem úgy járatni, hogy féloldalas a kocsi. Szerintem ez így van rendjén. És ilyenkor, ugye feltöltöm maximumban körülbelül a tartály, be fogom indítani, és a szervó szivattyú elkezd majd rögtön dolgozni, akkor innen el is fogja szívni a szervóolajat. Lehetséges, hogy még egy kicsit nyekeregni is fog a szervó, amíg átjár rajta rendesen az olaj mindenhol. Feltöltöttük olajjal, most még amíg fel volt emelve, átnéztem a futóművet, féltengelyeket, diffi csavarokat, kardáncsavarokat, stb. Amit megbeszéltünk Danival. Alánéztem, hogy van-e bármiféle komolyabb folyás a kormányműbe, csatlakozásoknál, vagy ilyesmi, de tök jónak tűnik. Úgyhogy most jön az a rész, hogy beindítom, aztán gurulok vele egy kört, megnézem, hogy mennyire áll el a kormány, meg terhelés alatt, hogy viselkedik a kormánymű, úgyhogy ennyi igazából, ez volt a mai kis rész, ugye ebből azért nem tudtam olyan nagyon sokat megmutatni nektek, meg ugye olyan részletesen magát a szerelést, mert ott, hát igazából tök mindegy, ha beraktam volna alulra a kamerát, ott azért viszonylag sötét van, hiába világított, kitakarom, amit csináltam volna, stb. Úgyhogy igazából nem lett volna több értelme.
Úgyhogy inkább csak így megpróbálom elmondani, hogy egy ilyen műveletnél mire kell odafigyelni, mi a technológiai sorrend, stb. Úgyhogy ez a rész ennyi volt, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, megyünk tovább legközelebb egy fokkal izgalmasabb témával, úgyhogy folyt köv!